nehéz überelni, de Berkesi Juditnál is van egy fiatalabb és kezdőbb kolléga, Kovács Barna, aki természetesen kérdez elsősorban, de előbb eredményt ismertet, igaz? Mint egy jó sportriporter, mert hogy hirdettünk egy szavazást, hogy ki a... Nem is azt hiszem, hú, valami nagyon diplomatikusan kérdeztük, nem, hogy ki a legjobb magyar sportriporter, hanem kit látna szívesen a sportpálya következő adásában. Igen. És ebből született az az eredmény, hogy? És egy hármas volt verseny született, Petrovics Mérjei Andrea, Horváth Marian és Berkes Judit volt versenyben első helyen végeztek. Jönnek majd a többiek is természetesen, és épp ott tartottunk, hogy nőnek lenni nehéz a sportban. Na most akkor nézzük meg, amikor igazán nő, meg igazán férfi is volt bizonyos értelemben, hogy kezdeni egy jó interjút, jól földhöz vágom először az ellenfeleket. Na, judozzunk egy kicsit. És ez jó lesz nekem. Nézd már meg, hogy járultam. Pont a méreted, nem mellek. Sevet küzdött, se ölt küzdött. Nem jó olyan kiló. Hol van a mellbevarrás? Nézd meg, ezt átteszed, ezt a, teljesen a kettő alatt. Igen. Arra judo is lesz? Lesz. Persze. Most én oktatok egy dobást. Ennyi? Valahogy így. Hát kicsit furán áll. Nagyon jó lenne. Ne húzd ki, inkább húzd fel, üsd be itt. Rövidebb legyen. Hát ez az milyen hosszú. Ez az itt az öve. Hogy nézek ki? Kössük már meg újra. Igen, majd mindjárt meg. Legyen valami forma, és erre. Kicsit lejjebb. Legyik hosszabb, mint a másik. De. Nézd meg, így csípő alá, tolda. Úgy. Az lesz a dolog. Várjál, csak az egyszerűbbet megcsináljuk, hát az jobb. Gyere csak egy kicsit, hogy érezd a ruhát. Itt fog, hajtó kell. De ne hozzá. Nézd meg, markod meg. Itt vele? Aha. Hát itt lehet meg is. Nagy erőt. Másikkal meg ott. Azaz. Ez a természetes jobbos fogja. Igen. Innen tök egyszerű lesz, amit gyakorlunk, állj meg csak simán bele. Így egy kis törpez? Kis törpez, kilépsz egy majd bal lábbal oldalra, egyensúlyvesztés, meg húzod le, hogy így egy lábbal. Ne rúgjunk el! Ide, sárgás lesz a kormány. És dobni fogok. Vagy én nem téged, de majd te engem. Milyen szerény. Vallja be, hogy hány évig cselgáncsozott? Sehány. Sehány. Ott először csináltam meg ezt a dobást, ott először volt rajtam egyáltalán. Tehát először léptem így tatamira. Le a kalappa. Mindig keresel ilyen fogásokat, hogy megnyisd az interjú alanyokat? Bizonyos értelemben igen. Egyébként ezt én nem akartam. Itt most tényleg ők találták ki, mert ők azért elég laza srácok, az ungvári testvérek, hogy na akkor gyertek már ti is ide, mert most mi is interjúzunk, de gyertek ti is ide egy kicsit, és akkor én küldtem volna a technikust, hogy na menjen, akkor ő játszon egy kicsit a tatamin, de nem akartak, és akkor mondták, persze ők azt mondták, hogy én vagyok a poén, és akkor végül beadtam a derekam. De egyébként nem rosszak néha ezek a dolgok. Persze nincs mindig erre alkalom, meg nem szerencsés mindig olyan nagyon-nagyon barátkozni, meg bratyizni, de ez egy olyan alkalom volt, meg ők annyira lazák, ők annyira ilyen figurák, hogy nem tudtam nemet mondani. Mennyire lehet barátkozni? Tényleg a hosszú Katinkával láttam egyszer még egy korábbi, egy bajai anyagot, jól emlékszem? Ott minden volt, most azt úgy emlékszem, hogy együtt fagyiztak, de lehet, hogy nem fagyiztak, de az ilyen barátnős csevegős volt már szinte. Elmehet odáig a riporter? Igen, abban a pillanatban igen, abban a pillanatban valahogy a bizalmába kell férkőznöm, és neki is bíznia kell bennem, hogy megnyíljon. És ne azt halljam, amit mindenhol el tud mondani, meg amit már hallunk mindenhonnan, sportolótól. Hiszen most már elég jól megtanulják elmondani azt a 3-4-5-6 mondatot, amit nem akarunk hallani. Uh-huh. Tehát ami után szeretnénk menni. Kell egyfajta bizalom,
De ezt nem nevezném barátságnak. Valahogy a barátság az már túlmutat ezen, és nem biztos, hogy szerencsés, hogy nagyon, nagyon barátkozni. És mennyire szakmázhat egy női riporter? Te, mint egykori futballista megteheted, hogy belemész a taktikai kérdésekbe mondjuk futballnál, vagy furán néz ki azért? Szerintem nem néz ki furán, hanem inkább érdekesen, főleg, ha nem hülyeséget kérdezek, akkor főleg izgalmasabb, hogy az ember esetleg hozzáértő kérdéseket tud föltenni nőként. Én direkt próbálok, mert én küzdök az ellen, amit itt beszéltünk, tehát az ellen, a dekoratív szerep ellen, amit sokszor szánnak a nőknek. Én minden áron ez ellen vagyok, mert szeretnék ezen túllépni és túlmutatni. Sportriporter vagyok, kész. Most az, hogy nő vagy férfi, az szerintem mindegy, és azt szeretném, ha így is néznének rám. Ne nézzenek rám nőként munka közben, mert nem ez a lényeg, azt gondolom velem kapcsolatban. Meg nem ezt szeretném hangsúlyozni. Mind a mellett, hogy természetesen nő vagyok, meg nőként gondolkodom, megmarad a nőiségem, de nem ez az elsődleges. Vagyis hát ezen túl kell lépni. Azt szeretném, hogy ők is így gondoljanak rám. Abszolút. A pálya melletti, vagy hogy mondják ezt, oldalvonal melletti pályaszéli interjúkat nagyon szereti. Nagyon. Az arcára van írva. Azt nagyon élvezem, az egy improvizatív dolog, tehát oda nem nagyon lehet felkészülni, még előtte igen a meccs előtti interjúkra, de utána tényleg a benyomások, azok a egy-egy nüanszok, amiket próbálok elkapni, amiket látok az edzőtől, játékostól, amit talán nem látnak a nézők, olyanokat próbálok elkapni és megfogni. Ezek flash interjúk, próbál az ember, lehet ott is szakmázni, de ott azért az ember azt akarja kihozni, hogy dühös, boldog, miért sírt, miért nem lőtte be, és mik azok az első impulzus, amik érzések, amik elöntik. Ezt valahogy ki kell szedni úgy, hogy ne azt kérdezzük meg, hogy most mit érzel lehetőleg. Na, ez az, pontosan. Mert a másik de végül stílus, ezt akarom megtudni, végül világos, csak ezt akarom nem így megtudni. Ezzel a kérdéssel. Mikor csak, érezted azt, hogy... Igen, mondjuk Görbic Anitánál, amikor ugye az első BL címüket megnyerték, erre tényleg őszintén mondom, hogy büszke vagyok, hogy ott lehettem. És akkor azt mondtam, hogy annyi szomorú születésnapja volt, mert mindig a környékén a májusi születésű. Hát most végre azért ez egy egészen más születésnapi ajándék, azt gondolom, és akkor persze. Uh-huh. Akkor már gyakorlatilag végül is lehet, hogy mindegy lett volna, hogy mit kérdezek, de, persze, de mégis akkor már azt megnyílt, gondolom, akkor hogy, már volt egy hogy megvolt az a kapcsolat. Ezek nagyon jó pillanatok és nagyon jó dolgok. De ezek pillanatok. Tehát sokszor hát el kell kapni őket. Hát igen, tehát hogy nem mindig nyer BL-t, van, amikor unalmas meccs volt, semmit mondó meccs, nincs értelme, mert majd a rákövetkező harmadik lesz érdekes. Nem lehet mindig, tehát az ember itt megszakadhat, de nem tud mindig olyan érzelmeket kiszedni mindenkiből, mert nem minden meccs olyan típusú. Tehát azért sok olyan OB1-es vagy egyéb mérkőzést adunk, aminek abban a pillanatban akkora jelentősége nincs, hogy mi az eredmény. De ezért a pillanatokért érdemes. De erre visszatérve, hogy ha már ezt a témát feszegetjük, név nélkül mondom, de csak pályaszíli interjúkat csináltam egy edzővel, aki egy csapat edzője volt, és éreztem, hogy ő távolságot tart, és éreztem, hogy fenntartásai vannak. Ezt szó szerint mondom, tapasztaltam a válaszain, hogyha olyat kérdeztem, ami eldöntendő, akkor ő biztos, hogy egy szavas választ adott, ami persze néha érdekes, mondjuk, hogy lemond-e vagy nem mond le. Igen. Abban érdekes az egy szavas választ, de azért ezzel vigyázni kell. Tehát megtanultam nála, hogy semmi olyan kérdés ne tegyek föl, amire nagyon egyszerűen tud válaszolni, és éreztem. Tehát éreztem a távolságtartását. Nyilván nem mondom, úgyhogy aztán végül egy külön kiadásba készítettünk vele egy ilyen hosszabb anyagot, portrét, és akkor egy órát beszélgettünk. És akkor félrehívott engem a végén, és azt mondta, hogy ne haragudjak. Mondom, miért ne? Hát mert hogy ő nem nézte ki belőlem, vagy nem gondolta, most ezt így burkoltan fogalmazta meg, hogy nekem úgy van közöm az egészhez, és hogy ő neki tényleg fenntartásai voltak, de hát most ez az egy óra azért meggyőzte arról. És azóta azt gondolom, hogy tényleg bizalmasabb viszonyban tudunk beszélgetni már, ami tényleg itt abszolút csak a munkát illeti. Ez egy érdekes történet volt. De hát le a kalappal maga előtt is, de hozzáteszem mondjuk a edző előtt is, aki ezt így bevallotta utólag. A többi sportban is ennyire otthon vagy inkább kitanultad őket, és a futball az igazi területed? Érdekes, hogy lassan már nem is a futballt mondanám elsőre. Ez azért van így, mert ugye nálunk azért nemzetközi futballesemények vannak, amiket követek, csak ott az ember nem tud úgy dolgozni, nincs ott a helyszínem. Ezért nálam a kézilabda az előtérbe került nagyon, és ott annyira jó a magyar sikereknek örülni, hogy az még inkább pluszt ad abban, hogy az ember belevesse magát és megismerje a sportot.
tehát a kézilabda a másik, és a vízilabda az a harmadik, ami szintén a sok közvetítésünk miatt megismertem, és eddig abszolút laikusként szerettem, de most már azért közelebb kerültem, most nem mondom, hogy ismerem, de követem most már évek óta a vízilabda életet, a hazai vízilabda életet, tehát az is közel került a szívemhez, nem csak a foci. Sőt, azt gondolom, hogyha az ember igazi sportembereket akar keresni, akkor azt nem biztos, hogy csak a futballpályán találja meg. Na most nem tette volna hozzá ezt a helyes nem tudom mit, akkor meg kellett volna kérdeznem, hogy mire is gondolod. Vagy csak miért, de azt hiszem, hogy tökéletesen értem. De jó, irigylésem méltó, nem? Igen. És milyen hamar oda került? Mennyire van arra esélye az embernek? Oké, persze, egy tudása volt, kettő szerencséje volt, három a tanárai vitték, tehát le a kalappal, nem az érdemeit akarom, de hogy is kisebbíteni, de azért mind a ketten tudnánk mondani még neveket, akik szintén ügyesek voltak, most teljesen mindegy, hogy fiú vagy lány, és nem kerültek oda, vagy nem tudott megkapaszkodni. Nem? Azért az se lehet könnyű, amikor bekerül az ember, férfiként is nehéz, de hát nőként meg pláne, hát mondjuk azért a Diginél van egy-két kolléga nő, de hát azért ott is enyhén szóval kisebbségben vannak. Igen. De én pont ezért mondom, hogy ebben volt az előnyöm, mert sok hasonló tudású fiúval voltam, és talán picivel érdekesebb színfolt voltam nőként. Nem jobb vagy rosszabb, érdekesebb valahogy, egy picit máshogy gondolkozunk, máshogy látunk bizonyos dolgokat. Egyszerűen a női hang az már önmagában érdekes egy anyagnál, hogy nem mindig csak a fiúkat lehet hallani. A másik, hogy annyit hallottam ezt Suba Katától, aki azért sokat segített abban, hogy és egyengedte az utamat, hogy én oda jussak, ahova jutottam, és remélem, hogy azért még fogja a kezemet, mert nem árt, de ő mondta mindig ezt az alázat szót, és én így nem tudtam hova tenni, hogy alázat, most az ember alázatos, nem? Vagy most mire gondolnak itt? Most nem tudom, hogy te mit tudnál kezdeni, azt mondom, de legyél alázatos, légy szíves, mert az nagyon fontos. Én ezt nem tudtam úgy hova tenni, és aztán valahogy megértettem, ami talán valahogy zsigeriből jön, most nem tudom, hogy honnan. És ezt bent a munkahelyen tapasztaltam, hogy amíg sokan azzal, hogy ki akarnak tűnni túl sokak, és egy picit az alázat az kevés, az talán nem tudom, jobban megvolt, vagy erre nagyon figyeltem is, erre tudatosan figyeltem is, amit a Kata mondott, és igyekeztem ehhez tartani magam, és a munka, én hiszek a munkában. Hiszek abban, hogy akinek megvan a tehetsége, és ennyi hátszele, ami arra kellett, hogy a digi sporthoz oda tudjak kerülni. Utána már én azt gondolom, hogy alapvetően a munkám minősítenek, és a munkám alapján lépegettem, és lépegetek most is. És ez egy jó érzés, ez az igazi visszajelzés számomra. Barna, most maga kérdezem valami jót, mert nekem most meg kellene kérdeznem azt, hogy fog-e még együtt dolgozni Subával, vagy hogy csak egy kereskedelmi, vagy közszolgálati tévénél, és ilyet ezekben az időkben most, amikor mindenütt forrong, minden nem illik kérdezni egy kedves vendégtől, szóval maga jön valami egészen mással. Hát nem egészen más, de mondtad, hogy lépésről lépésre haladtál, de mégsem sportcsatornánál kezdtél, hanem a Budapest tévénél. A televíziózás maga érdekelt ennyire, vagy a Budapest tévés műsorvezetés ugródeszka volt a sportriporterkedésig? Az abszolút ugródeszka volt, és azt inkább gyakorlatnak gondolom, mint munkának. Nem is tartott sok ideig, nem is volt olyan hosszú, és én a sportot, akkor már tudtam, hogy a sportot szeretném. Nekem az egy ugródeszka volt, és ott volt lehetőségem gyakorlatilag. Nem is akarsz most kerülni. Már a sporttal elmozdulni akkor? Nem. Egyáltalán nem. Még azt mondom, hogy bizonyos kulturális műsorok talán érdekelnének, de mondjuk politika irányában én nem szívesen mozognék. Miért is? Én azért meg tudom érteni. Mert azt hiszem, Novák tanár úr nem találom meg, akarta rábeszélni, de hogy nem. Gondolkodj más hasonló műfajban is. A médiát, mint intézmény neked találták ki, csak te is talált ki önmagad. Nem szoktunk ennyire dicsérni mindenkit, ezt azért szeretném hozzátenni a kedves nézők kedvéért, igaz? Bizony. Jó, rendben, köszönöm, hogy igazolt. Tehát le a kalappal. Azt mondja meg nekem, hogy ezt meddig lehet csinálni, mert és itt azért egy kicsit ne tagadjuk, bejön az, hogy nő. Azt bevallom, nem tudom, hogy most nagyon nagyot ugrok, 60 éves sportriporter nő. Van-e? Az már olyan, nem tudom. Na jó, hát azt sem tudom, hogy 60 éves férfi riporter jó, de az már megint más kérdés.
mi a cél, inkább így kérdezem, mi a végcél, tehát mi az utolsó állomás? Most végigmentünk minden lépcsőfokon. Én azért válaszolok az elsőre is, mert nem tudom, hogy meddig lehet. Ez őszinte dilemma egy nőnek, legalábbis annak, aki szeretne családot mondjuk a későbbiekben, tehát azért ezt az életformát, mert miért egy ilyen szempontból reménysugár, hogy valahogy ők is megoldják. Hát igen, nem tudom, annyi gyerekkel, hány ezer gyerekkel, nem tudom, igen. hogy, de még tévé nélkül hatalmas is koordinációval meg lehet oldani, de azért ez a nőnek ez az életforma anyaként azért nagyon nehéz. Tehát ez kétségkívül így van, az a pillanat elgondolkodtató, most még nem tartok ott, tehát majd akkor ezen fogok. Amit említettem, én azt gondolom, hogy amit egyedülálló lenne itthon talán, vagy újdonság, az mindenképpen az, hogyha rendszeresen közvetíthetnék, és tudnék közvetíteni sporteseményeket, magyar érdekeltségű dolgot, és mondjuk csapatsportot, amit leginkább szeretnék. Mondtad, hogy ehhez keményen kell dolgozni, de ez mit jelent, hogy még 10-20 sikeres interjú, és akkor közvetíthetsz, vagy hogy működik? Úgy működik, hogy sokkal többet kell dolgozni, és bent kell maradnod, és úgy kell készülnöd többet, mivel az elején főleg nincsen rutinod és gyakorlatod, ami nem napi 8 óra munkát jelent. Sokkal többet jelent munkában, koncentrációban és egy agypörgésben, ami egyébként ez a hátulütője is ennek a munkának, mert az ember nem nagyon tud kikapcsolni, főleg, hogyha este is nézed a meccset, mert másnap azzal foglalkozni kell. Tehát még a szabadidős tevékenységed is munka sok esetben. Ez azért nem jó, kell tudni kikapcsolni. Én úgy gondolom, hogy minden, amit te meg tudsz tenni a magad részéről, fejleszteni a nyelvtudásodat, a beszédkészségedet, a kamera előtti mozgásodat, azokat neked tudatosan munkaidőn kívül még gyakorolni kell. Persze van olyan Isten adta tehetség, akinek nem kell, de nem mindannyian vagyunk így, én sem. Hát úgy festi le magát, mint egy gép, aki napi 10 órában robotol, de messze nem az, épp ezt akarom mondani. Nem, ez a gép szó, ez nem jó, inkább azt mondom, hogy... Tudom, hogy mi kell egy feladathoz, és azokat a dolgokat plusz dolgokat megcsinálom, ami kvázi nincs benne a munkaidőmben, mert mi a munkaidő, ugye, mert az is munka, hogy én készülök a mérkőzésre, igen. aztán nincs beírva a beosztásba, tehát azért itt érdekes a munkaidőnk, de én erre így gondolok, tehát ez a fajta felkészültség szükséges. Szégyellem, nekem kellene tudni, de körülnézett olyan szemmel, hogy külföldi országokban, más csatornáknál nők mennyire jutnak ilyen szerephez? Igen, Romániából most első kézből tudom mondani. Igen. Ott azért elsősorban műsorvezetői pozícióba tesznek be hölgyeket. Tehát nem feltétlenül a kommentálás az, ami a nők feladata, sokkal inkább a reprezentálás a műsoroknak, de vannak Angliában, Észak-Európában, ha jól tudom, ott azért már egyre nagyobb az olyan törekvés, és az a trend, hogy a nők is közvetítenek, és egyenrangúak. Talán Németországban is hallottam, igen, hogy foci mérkőzéseket hölgy közvetít. Tényleg? Azt a... Jó, hát ott ugyanúgy azt gondolom, hogy ez még ritkosság szám, tehát nem ez a természetes, csak ott már azért... Jó, és nyilván nem ütködik a VB döntőre, hát ezzel nekem vagyunk, de miért ne? Miért ne, de azt is elfogadom, hogy de miért igen, szóval ne azért kerüljek előrébb, mert nő vagyok, csak legyenek ugyanolyan feltételeim, tehát hogy az se jó, tehát úgyse diszkrimináljunk pozitívan se, de negatívan se. Ezt gondolom. Ez pedig megszokás kérdése. Szerintem ez idő kérdése. Tehát azt gondolom, hogy persze mindenki picit óckodik talán az ilyen újdonságtól, de én ezt nem hiszem, hogy ezen ne lehetne túllépni egy idő után, meg hogyha többet nőt hallunk. Szerintem például ugye pont a Horváth Mariant említjük, azért az Eurosporton elég gyakran, és nem csak őt hallani nőként közvetíteni, és ez jó dolog, és nem csak a műkorcsolyát, és nem csak azokat a sportokat, amit odaadunk a nőknek, ugye, vagy megszoktuk, hogy ezt a nők közvetítik, hanem tenisz, na jó, hát természetes, ahogy 50 évvel ezelőtt még kis túlzással a női kézilabda is sarlatánság volt. Én még közvetítettem 2x25 perces női kézilabda meccset, mert azt mondták, hogy a 30-at ugye nem bánnák. És akkor nem menjünk oda-vissza, hogy Kuberten azt mondta, pedig hát volt némi köze a sporthoz, hogy a 800 méter az már gyilkos, az a nők szervezetének nem való. Hát most mit szólna szegény jó francia báró, hogy ugye ultramaratonokat futnak a hölgyek. Szóval ahogy a nők ellepték a sportpályákat, hála a jó Istennek, ugyanúgy szerintem ez teljesen természetes. Játszunk egy kicsit, azt mondom, hogy mégis a női mezőny, hát óhatatlanul.
egy kicsit, nem azt mondom, hogy vetélytársak, de hát mégis nyilván az önmagát az ember pozícionálja, és a stílusát is tudja. Maga egészen más, mint Mérei Andrea, Petrovics Mérei Andrea, és egészen más, mint Horváth Marian. Ezt hadd mondom én. Maga mondja el, hogy ők milyenek, milyennek látja. Nem szeretnék róluk beszélni. Azt nem hiszem, hogy nincs vélemény. De van véleményem. Vagy... Alapvetően nagyon jó véleményem van róluk. Nem tudom, pont a Kosban, amikor példaképet kellett mondani. Én Horváth Mariant mondtam, pontosan azért, mert ő közvetít, és azt testesíti meg, hogy egy nő igenis rendszeresen közvetíthet, nem csak a nőknek leosztott sportágokat, bár műkorcsolyát is szokott. És akkor én őt mondtam példaképnek. Én ennyit tudnék ehhez hozzáfűzni. Nekem nagyon tetszett a Szilágyi Áron Vívó Aranyának a közvetítése is, az minden szempontból hiteles volt. Ennyit tudok róla mondani, tehát szívesen hallgatom. Mérei Andit meg szívesen nézem, és amennyire ismerem is a férjén keresztül, hiszen együtt dolgozunk a férjével sokat ott a vízilabdában. Igen. Aki egyébként szintén sportriporternek tanult, ezt ma már kevesen tudják. Igen, ott van nálunk Faragóval. A Digi Sportnál szakkommentátor, tehát azt gondolom, hogy jó helyen van, és ezt jól is tudja kamatoztatni. És az Andit is szívesen nézem, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon ott van a helyén, és jól csinálja. Tehát nekem kifejezetten jó véleményeim van róluk. De nem akarom ilyen egészen más volt most a szerepe. Nem tudom, hogy ez férfi sportriporteri tulajdonság, de ezt a kétszer egy percet most azért mondottam el magával erről a két hölgyről, mert nekem ide szerdánként be kell jönni ajánlót, promót mondani a következő vendégekről. Köszönöm, hogy ezt most megtette, ezt majd csak innen kivágjuk, és ezt minden esetre nekem megtiszteltetés, hogy kettejük közén bekerülhettem harmadiknak, és meglepő. Igen, abszolút, és nyilván ez nem egy reprezentatív felmérés és szavazás volt, de maga ott van az emberek, a sportriporterek, a sportszerető nézők agyában emlegetik. És tudja, mi az érdekes, hogy pedig nincs valami nagyon extra neve, amit könnyű megjegyezni, hanem hát ilyen értelemben nem egy semmi különösebb, már bocsánat. Nem, de érti, mit akarok ezzel mondani, van olyan, akinek olyan fura hangzású, hogy amiatt megjegyzik, de tudják a nevét, nekem azt tűnik föl. Nagyon sokan. Tehát nem azt mondják, mint ahogy Szántó Dávid, aki zseniális volt, és imádom, de hát fülike volt sokáig, mert arról jegyezték meg. Nem, magáról nem azt mondták, hogy a Csinoska, hanem ja igen, a Berkesi. Jó, volt, aki lehagyta az i-betűt. Na, de igen, engem is komlósoztak, hát ez belefér bőven. Na, ha már a pályatársakról beszélünk, maga konferált már a sajtóházban diátadó ünnepséget, igaz? Egyébként remekül, és pedig ott aztán egy szó sportról nem volt szó. Akkor, és ma már itt tartunk, hogy fölkonferáljuk. Egy hét múlva a vendég itt a sportpályán terveink szerint egy olyan riporter lesz, aki vasárnap vehet, tehát a műsor előtt egy nappal vasárnap vehet át egy díjat, de még azt titok, hogy ez kicsoda, döntött már a kuratórium, ez a Kovácsi László média díj, amelyet nyert már Weiser, Vadon, Novodomszki, akik kicsit sem sportosok, nyert már Gundel, aki azért az is, meg nem is, és hát nyerte Hajdú, Méhes, Faragó, Borbé, Szújó, a jó Isten tudja kicsoda a sportosok közül, hiszen ez most már a 14. díjátadás lesz. Itt is a díj, mert azt mondják, hogy ha van egy puska, remélem nem látszik, ugye? Tessenek megmutatni, hogy ez itt becsillog, mert ezen már a név is rajta van, hogy ki nyerte, mert a kuratórium már döntött, csak nem lehet tudni. Na most ezt megpróbálom úgy megmutatni, hogy akkor takarom, és nem mondom a nevet. És elmondom, hogy kik a... Jó, nem látszik, csak az, hogy egy szép díj. És tippeljenek nekem, fiatalok, hogy az is, a jelölteket ismerjük, szerepel közte jó néhány sportos, Petúr, Csurka, de szerepel köztük nem sportos is, Grecsótól, Horváth Gergelyen át, Buda, és így tovább. Egy-egy tippet kérek, ki nyerheti, ki lehet itt a következő heti vendég. Ez most nem a felkonf. De én láttam sajnos, ezért most nem tudok már úgy tippelni. Okos, taktikus, ügyes. Na jó. De egyetértek. Én is engem tanított. Igen? Na jó, ne tovább. Mert akkor végül épp fordítva sül el, hogy lehet. Még akkor egyet mondjanak meg nekem. Hogy fogadják a nagyon fiatalokat a sportszakmában, a sportriporter szakmában, hogy fogadják a szintén fiatalokat, és ez azt hiszem, hogy ez ilyen értelemben nem férfi vagy nő kérdés. Mert azért mégiscsak belépnek egy oroszlán barlangba, nem? De erre most nekem kell válaszolni? Mind a kettőjüknek. Nem kórusban. Nehéz a fiataloknak. Nagyon sokan jönnek, egyre többen jönnek, és egyre többen gondolják azt, hogy ott van a helyük, és nincs feltétlenül mögötte tudás. Nehéz, de
de mégsem olyan nehéz, mert fiatalos közeg maga a sport, nagyon sok fiatal, illetve fiatalos gondolkodású emberrel, tehát hogyha az ember tudja bizonyítani, hogy rátermett, és igenis érdekli a dolog, és talál egy-két olyan embert, akinek tényleg ad a szavára, ez egy szubjektív műfaj, itt nem fog mindenkinek tetszeni az, amit ő csinál, valaki azt mondja, hogy modoros, valaki azt mondja, hogy fantasztikus ez a dolog, vagy átmeneti dolog, hogy semmi különös, vagy idegesítő a humora, vagy nem. De egy-két olyan ember talál egy ilyen helyen, ahova bejut, akinek ad a szavára, és hozzá oda megy, és neki egy kicsit rágja a fülét, és neki van azt mondja. Egy mentora, akinek még egyszer mondom, ad a szavára, és elfogadja, és szereti, azt hiszem a Digisportnál is lehet ilyet találni, de más persze csatornáknál is biztos, hogy van egy-két olyan ember, és annak a két, egy-két-három embernek a szavára ad, és őket egy picit üldözi jó értelemben, akkor lehet helye. Barna? Hát én akkor sok röviden. Munka? Sok munka, de szerintem igény van a fiatalokra, és engem eddig mindenhol kedvesen fogadtak, főképp itt, úgyhogy... Helyes, akkor itt a helyük. Juditnak különösen örültem, hogy végre volt egy hölgy, végre volt egy 30 éven aluli vendég is, nem csak itt a riporterszékben, és hogy valaki ilyen fiatalon és ilyen szépen befut le a kalappal, komolyan mondom, hát én lenne köszönöm az ember fülének. Köszönjük szépen, viszontlátásra egy hét szépen múlva, remélhetőleg itt a győztes Kovácsi László médiadíj. Viszontlátásra! Média partnerünk a sport24.hu. Együttműködő partnerünk a Komlósi Oktatási Stúdió.